Mindenkit, Lakatos Péter vagyok, ez a Korthonló Podcast, és ma két prominens személyiség van a stúdióban. Torgyim. Ugye innen kezdeném, és akkor van egy kis Kistófunk, és van egy Hosszú Szilárdunk. Uh, szakmai háttér, te, te rendbe ezt, jó, hogy akkor itt van az edzői szakmai háttér. Így van. Csak azért, hogy, hogy miért vagyunk így hármasban. És ez inkább az operáció, tulajdonosi háttér segíts nekem egy picit. Hát a menedzsment, a, uh -huh. az egésznek uh, a felépítése, az az mi 11 éve kezdtük el ezt az egészet uh -huh. 2012-ben, vagy nem tudom, uh -huh. hogy merre szeretnéd, vinni, menjünk Hogy, hogy uh, uh -huh. 2012-ben uh, kitaláltuk, hogy szeretnénk uh, saját elképzelés szerint uh, egyzeni, és kerestük a helyet, hogy hol lehet. Hmm. És akkor jött az, hogy 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 nem nagyon volt akkor Budapesten az a filozófia, amit mi követni szerettünk volna, és ezért csináltunk egy saját egyzőtermet, ami, ami nem, arról szólt, hogy, hogy, hogy jól érezzük magunkat, ez egy olyan hely legyen, ahol a mi szabályaink érvényesülnek. Mi nem gondolkodtunk nagyban, hanem hanem egy, egy, jó kis uh, buli helynek indult, és akkor úgy tűnt, hogy von, van, rá érdeklődés. És jöttek az emberek, jöttek az emberek. Gyorsan kiderült az, hogy, uh, hogy nem lehet egy, uh, egy személyben mindent megcsinálni, uh, úgyhogy szét kellett választani azt, hogy, hogy legyen egy menedzsment, legyen egy brandépítés, egy, egy uh, backdoor rendszer, egy, egy, aki, akik foglalkoznak a, 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 üzemeltetéssel, és legyen egy szakmai háttér, mert hogy, hogy akkor működik jól, hogyha szét vannak ezek választva. Mikor volt az első olyan mondjuk megtapasztalás, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert van az a része, amikor hát egy edzőtermet, nem? Az olyan könnyűnek tűnik, nem? És akkor jön az első megtapasztalás, hogy jó, hát várjál, te meg a menet, mert az egy dolog, hogy lesznek bent súlyok, meg van egy terem, de hát kellenek szakértők. Jó, amit kérdezel, mert, mert szerintem ez nekünk relatív későn jött el. Tehát, hogy, hogy, üzemeltünk, üzemeltünk, és már az elején úgy megvolt a, 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 kis csapat, és megvoltak a, a, feladatkörök, hogy, hogy mindenki azt csináltam, be jól érezte magát. Mm. És ha meg egészen addig, ameddig nem kezdtünk el egy picit nagyobba gondolkodni, addig, addig nem is jöttek az igazi problémák. És a, az első ilyen pont, hogy, hogy így végig gondolom, akkor az volt, amikor föl kellett venni azt az egyzőt, akire rábízzuk a következő csapatokat. Amikor már nem a, nem a szakmai vezető vitte a csoportokat, hanem, hanem kellett valaki, aki, aki besegít, aki azt csinálja és akkor kerestünk TF-ről, jobbra, balra, 30-40 emberrel beszélgettünk, és egyszerűen nem volt az az ember, aki, akire azt mondjuk, hogy most beleteszünk egy fél év munkát, és, és azon lesz a hitvallása, az lesz a gondolata, ami nekünk, mert hogy, hogy olyan prekoncepciókkal jött, ami, ami, amit egyszerűen nem volt energiánk átnevelni. És akkor innen jött a gondolat az, hogy, hogy, hogy akkor akkor csináljunk egy felnőtt oktatási intézményt, ahol elkezdünk képezni a edzőket, akiket, akikkel együtt fogunk tudni dolgozni. Tehát ez volt a az Még egy kérdés, csak mert hogy, hogy, nekem ez úgy tűnik, mint egy ilyen szerelem projekt. Abszolút. Oké. Okay. Tehát, hogy előtte mit csináltál? Húha, én közgazdász vagyok, okay. a Szent István Egyetemre jártam, és, és, utána édesapámnak az üzletét próbáltuk fejleszteni és, és felépíteni. Ez egy építőipari vállalkozás volt és nagyon gyorsan egy két év alatt kiderült, hogy, hogy magát a bizniszépítést, a, a brandépítést azt nagyon szeretem, de, de így az építőipar és, a, és az abba a dolgozó embereknek a, a, mindenféle problémáival nehez volt azonosulni. Uh -huh. Úgyhogy utána elmentem TF-re, uh, és a TF-en összebarátkoztunk uh, a, a srácokkal, akikkel közösen megcsináltuk az egyzőtermet. Uh -huh. uh -huh. Szakma. Oké, okay. tehát hogy, hogy uh több terem tart. Hány terem? Bocsánat. Ugye már jött az, hogy, hogy elkezdtünk uh, építeni egy. Uh, volt rá érdeklődés, mm. meg volt a, a felnőtt képzőintézmény, és akkor jöttek uh, érdeklődni, hogy, hogy, ez hogy is működik, hogy is lehet egy csinálni, mit, mit, lehet csinálni. És, uh, és elkezdtünk gondolkodni. Először saját magunknak csináltunk több egyzőtermet, mert utána már jött az, hogy, hogy ez már gazdaságilag sem olyan mm. rossz történet és, és franchise rendszert kezdtünk el kialakítani. És akkor Covid előtt 13 egységünk volt, sajnos a Covid az, az ezt a szegmest eléggé megtépázta, uh -huh. így minket is, és most ilyen pillanatban tizen vagyunk. Uh -huh. És akkor most átkötök. Tehát hogy, hogy szakmailag mennyire nehéz, mondjuk, vagy könnyű, hogy, hogy ennyi terem tartozik hozzád, és hogy ennyi teremben kell, mert nyilván ez egy min minőségbiztosítási rendszert kellett mögé tenni gyakorlatilag. Pontosan. Szóval, hogy lehet ezt, mennyire vettél részt a kidolgozásában, és mondjuk hol voltak a buktatók, amit aztán valószínűleg sikerült megoldani? Hát én ugye menet közben csatlakoztam, mm -hmm. tehát ugye elindult a Torgyim, és utána, hát kezdetek után talán két-három évvel csatlakoztam én a csapathoz, tehát ugye ott már elindult a program kiépítése, meg az egész folyamat, nek a képítése, Ezt ugye egy-két-három éve ezt átvettem. Hát ez állandó fejlesztés igénye, mint emberi oldalról egyébként, tehát hogy, hogy jól együtt tudjunk egy ilyen edzői csapat. Meg persze, tehát vannak a programjaink, és úgy, ahogy mondta, tehát a minőségbiztosítást, ezt ugye csak úgy lehet fenntartani, hogyha, hogyha vannak szabályok, és azokat mindenki igyekszik betartani. De nem gondolnám azt, hogy ez most, most annyira nagyon szigorú, hogy egy edzőnetőn kiteljesülni például. Tehát uh -huh. van egy keretrendszerünk, ezt kérjük az edzőinktől, ez van megbeszélve. Ez most például ugye egy edzésprogram, tehát ahogy a kezdők bejönnek hozzánk, kapnak egy programot, ezen mindenki átesik, aki a kezdőprogramban jelentkezik. Tehát ott van egy standard, ezen végig kell menni. Nyilván az edzőnek van kompetenciája ott menet közben azért eltérni, hogyha szükséges. Tehát ugye nem azt jelenti, hogy a kört átdugjuk a háromszögön, és akkor legalább jó, erős, de nem okos, hanem próbálunk nyilván, tehát itt regressziókkal, progressziókkal dolgozni, uh -huh. ahogy, ahogy ez kell. Tehát itt ugye leginkább a csoportos edzésekről van szó, ott nyilván egyéni emberek jönnek be, egyéniségek, és ott, ott nyilván bele, bele kell nyúlni, kicsit meg kell változtatni a dolgokat, ami a program, a keretprogramban benne van, és szerintem ez most már egészen jól működik. Nyilván ez hozzátartozik az, hogy most már az edzőcsapatunk csapatunk viszonylag öreg, és ezt, ezt jól kell érteni, tehát tapasztalt. nem az van, tapasztalt, így van tehát nem két éve uh, dolgoznak uh, egyzőként másodállásban, hanem főállásban uh, dolgozunk. Um, dolgoznak a srácok, és... és uh... Én azzal kell hogy azért vannak olyan uh, benchmarkok, -ok, amik, ezért segítik ezt az egész történetet, mint például az, hogy olyan edzőkkel dolgozunk, akik a saját oktatási rendszerünkből kerülnek ki. Tehát, hogy nem minden egyes meetingen el kell magyarázni, a, a, el kell indulni a legelejéről, hanem hanem egy olyan felvértezett Igen. csapatról beszélünk, aki tudja, hogy miről van szó. Másrésztről pedig pedig fontos az, hogy nálunk uh, tényleg vannak meetingek, tehát hogy sok egyzőterem van most jelen pillanatban a Piracon, ahol van szakmai vezető, és néha meetingelnek, de mind rendkívül odafigyelünk arra, hogy minden két hétben kötelezően meetingeken, és a meeting és meeting között elvárjuk a saját egyzőinktől, hogy olvassanak, azoknak a kivonatát leadják a Krisztofnak, Krisztof átnézi, és minden egyes egyzésterv, ami, ami megvalósul nálunk, az gyakorlatilag uh, kontrollálva van, hmm. hogy hogy az valósuljon meg, amik az alapvető hmm. értékeink. Ezt most csak a mondom, el hogy sokaknak ez nem világos, hogy a hagyományos edzőtermek, most ez olyan, mint beszéltem, de hogy a hagyományos edzőtermekben a, bérő, a az edző gyakorlatilag bérlő. Tehát ő megveszi arra az egy órára, vagy két órára a lehetőségét annak, hogy a gépeket használja, és egyéb iránt pedig jellemzően, még ha van is szakmai vezető a legtöbb helyen, nem befolyásolja az, hogy mi történik ott, hiszen megtörténik a befizetés az óradéban, és gyakorlatilag, ugye? Tehát, hogy nagyjából Abszolút. jól foglaltam össze. És ehhez képest mondjuk az az ötlet, hogy, hogy és ebből kevés ilyen terem van, hálózat szinten meg még kevesebb, ahol valóban egy szakmai vezető összefogja az edzőknek a munkáját, az hát fehér hóló ritkosságú. És így gondoljátok? Szerintem igen. De hát itt a másik oldalon, azért a tulajdonos oldalról is meg kell nézni. Szerintem, mm. tehát az oké, okay, hogy van egy főedző, vezető, edző, szakmai vezető, Um, hát általában a tulajdonosnak az az érdeke, hogy akkor folyjon be ez az X összeg, mm. és akkor teljesen jó, ki van adva um, a terület, de, de itt azért <laughs> megvan az elvárás a tulajdonosi oldalról is, hogy akkor ezeket a dolgokat uh, kvázi be kell vasalni. Um, de igen, um, sok, én több edzőteremben is jártam most az elmúlt hónapokban, egy kicsit megnézegettem, mm. hogy ott mi újság van, um, Szerintem egy kicsit különbözünk így ebből a szempontból a, a piacon lévő többi teremtő. Nyilván nem az összes termet ismerjük, de, de úgy gondolom, hogy, hogy azért az egyéni, és nem sok helyen láttam ilyet például. Mielőtt azért glóriát kapnánk, azért, azért dolgozik nálunk is a, a, menedzsmentnek az a része, hogy, hogy profitot kell termelni, mm. és, és hát az olyan hozzá kell tenni, hogy a rendszerünk az alapvetően úgy épül, hogy, hogy van egy nagyon erős bázisunk, ami kimondottan a saját oktatási rendszerünkből kikerülő edzők viszik, annak a marketingét, annak az egész vonalát azt teljes mellszélességgel a Torgym teszi ki, és ezen kívül nálunk is vannak olyan edzők, akik, akik elvégezték a képzésünket, és kapnak lehetőséget arra, hogy saját hitvallásukat meg tudják valósítani. Tehát, hogy próbáltuk azt kombinálni, hogy hogy legyen meg a, a nagyon erős szakmai pórázzal ellátott a rendszer, és mellette azért legyen olyan szabadság, aki, aki szeretne más irányba kiteljesíteni, de az mondjuk az egészséges keretek között van, akkor neki is van a lehetősége. Uh -huh. Az, hogy ezt csoportos edzés keretében végzitek. Ugye azért van egy ilyen elképzelés a piacon is, meg néha a szakemberek részéről is, hogy az ilyen típusú edzést az csak egy az egyben, tehát a személyi edzés keretében lehet. Ugye az Elvin Crossgrove megvan, uh, nyilván ismered, hogy ő mondta mindig azt, hogy ha, ha lehet csoportosan lőtére járni és húszni, akkor azt gondolom edzeni is lehet, és mondjuk ebben szerintem igaza van. Szóval, hogy nektek ezzel valamennyire meg kellett küzdeni, értem, van spinning, értem, hogy van aerobik, de valahogy a súlyzóval történő edzés sosem volt egy ilyen csoportos történet, nem? Szerintem, és tehát egyéni sportákként tekintünk, szerintem úgy a, a súlyzós világra. Jó nyilván, tehát így ez honnan ered, valószínűleg testépítés, erőemelés, mm. tehát úgy mm. valahol onnan nőtte ki magát um, ez a mozgalom. Um, én ugye már um, tulajdonképpen ebben nevelkedtem, hogy egy ilyen csoportos edzés mm. uh, rendszerben uh, nőttem fel, kvázi edzőként. Um, nekem nem volt fura, de én azelőtt egyénileg uh, végeztem súlyzós uh, edzést, mm. tehát és testépítés, erőemelés. Tehát az egyéni volt, de de abszolút belefér egy-egy um, csoportos settingbe. Tehát igen, mm -hmm. tehát miért ne járhatnánk együtt lőtérre, uh, vagy úszni? Uh, hogyha az edzőnek megvan a, a, a tudása, akkor ezt tudja menedzselni, és tudja kezelni. Tehát ez, uh, és ez messze megint csak azt mondom, hogy nem azt jelenti, hogy akkor itt van egy mint a mindenki dobjunk bele, mindenki ugyanazt csinálja. Mm -hmm. Ugye, amit mondtál, spinning, bármilyen más edzések, bemegy az ember, bemegy egy edzőhöz. Elkezdi az edzést, történik valami, hazamegy, megy, elégedetten, kifáradtan, uh -huh. bárhogy. Ez nálunk más. Tehát ez nagyon különbözik más rendszerektől, hogy nem az van, hogy beesek egy időpontra, tehát a 17 órás időpontra, valamilyen edző ott lesz és majd megtartja, hanem itt van egy személyes kapcsolódás, tehát a sportolóink edzőhöz járnak. Nekik van egy idősávuk, akkor jönnek edzeni egy csapatba. Tehát ott egy kicsit nagyobb ez az összekovácsolódás ami igazából szerintem csak előnyös, mert egy edző ismeri a sportról, tehát mm. nem az van, hogy akkor most ott volt egy, egy felfüggesztett edzése, és akkor arra ment be, másnap elmegy egy ugribugri edzésre, ahol mindenhol más edző, más tematika van. Most az, hogy az edzés fogalmát ebbe lehet -e mm. sorolni, ez, 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 ez talán egy másik téma lehetne, de, de itt megvan az a kontroll, és megvan, megvan ez a személyes kapcsolat, hogy na, tudom azt, hogy a Pista például tényleg előtt azt mondta nekem, hogy megszületett a fia, és valószínűleg kevesebbet fog aludni a következő hetekben. Tehát ezekre mi tudunk reagálni, és, és szerintem ettől működik jól egyébként, hogy, hogy ez egy oda-vissza, és nem csak beesek Valahová. történik valami, elfáradtam, hazamegyek is kész, az picit több ennél uh -huh. szerintem. A laikusok kedvéért csak tegyünk hozzá már valamit, mert, mert ha valaki még nem volt egy torgyimben például, akkor Na, nem tudja van. elképzelni. Na jó, de hát van ilyen, nem lehet neki tökéletes. Szóval, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy funkcionális edzés, mert ugye, ugye erről beszélünk ebben a tekintetben, akkor az emberek többségének ez egy ilyen homályos terület lehet, vagy laikusként ez valószínűleg homályos. Egy picit segítesz annak megfogalmazni, hogy mi történik a teremben, és mi az a funkcionális edzés? a te szerint? A definíció szempontjából után könnyebb elmondani azt, hogy mi nem az. Uh -huh. Tehát ugye pont ezért van sok ilyen tévét az emberek fejében, mert, mert azt már úgy mindenre ráolvasztjuk. Funkcionális XY edzés, funkcionális ilyen kör edzés, funkcionális Tabata, bármi. Uh -huh. Tehát általában nem ezt jelenti. Ugye a Michael Boyle alapján, tehát funkcionális edzés az nem erről szól. Alapvetően alapvető mozgásmintákat gyakorlunk és azokban erősödünk van állóképességi edzés része is. Um, talán ugye a legegyszerűbb, hogyha most valaki először hallja azt, hogy funkcionális edzés, nem gépeken dolgozunk, um, tehát a saját testünket kell a térben használni és igazítani um, és ott stabilizálni, és, um, és úgy bizonyos gyakorlatkodó mozgásokat végrehajtani. Talán így, így nagyon röviden, így ez lehetne úgy, úgy a nagyon rövid definíció. Tehát nem az a labdákon ugrálunk, és a súlyzott tartunk a nyakunkban, és akkor úgy gogolunk. tehát ez, ez ez kevésbé a mi irányunk, hanem mi sok mindenből veszünk ki dolgokat, ez is rendszerekből is egyébként. Tehát itt van például a Bolynak a rendszer, ugye ennek is nagyon sok nagyon okos és jó gondolata van, tehát az ő alapozta meg ezt a irányzatot talán, vagy ő, ő, hozta be a köztudatba, a szélesebb köztudatba. De ugyanúgy most vannak erőelöm, erőemelő elemek, amiket alkalmazunk. Tehát itt mindenhol csipegetünk, és azokat a részeket veszük ki, ami szerintünk hasznos és hatékony. És így lehet összegyúrni mm. egy jó kis funkcionális edzésprogramot, mm. hogyha hogy ezeket figyelembe veszük. Persze, még nagyon sok mindenről lehet beszélni, szűrésről, honnan érkezik az emberünk. Tehát ugye az sem mindegy, hogy most valaki találkozott már kettlebell felfüggesztett eszközzel, súly, olimpiai rúddal. Ami bocsánat, néha nem is előny, hanem hátrány. Találko... Tehát ezt is tegyük hozzá. Adott esetben ez több munkát jelent vagy az edzőnek és az illetőnek is, hogyha ott javítani kell már valamiben rögzült mintát. Tehát ott meg kell néznünk azt, hogy honnan érkezik az emberünk, mi a kiinduló állapotunk, és akkor onnan el lehet kezdeni építkezni. Tehát uh -huh. lehet, hogy nagyon a nulláról, tehát ott kezdjük, hogy jó, akkor kérlek, állj be így, csinálj saját esős guggolást, nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki, és akkor majd idővel kap egy kettőbelt a kezébe, aztán még lehet, hogy egy rudat is előbb vagy utóbb. Tehát igen, tehát itt ami fontos, hogy, hogy tényleg egyéni szinten is kezelni kell ezt, és nem, 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 ezt a, nem egy sémát ráhúzni valakire, hanem ezt figyelembe venni, azt most már talán egy háromszor, négyszer mondtam, most már lehet, hogy nem fogunk többször mondani. A másik oldalról, mert ott van, van a szakmai része, tehát hogy Kristóf egy csillogó szemmel elmeséli, hogy, hogy miről szól a történet, ez látszik. De te vagy ott az, aki vagy a csapatod, egész pontosan, mert nyilván ismerem őket, tehát tudom, hogy több emberről van szó, akiknek az energiá le kell ülni a könyvelés, és akkor hát számolgatni, hogy akkor ez most hogy fog kinézni, tudunk-e még növekedni, mi fér bele. Ezek az eszközök néha sérülnek, törnek, tehát hogy ezt értem én, néha betörik a fal, ugye, ezt éppen <laughs> mi voltunk a legutóbb, ugye két éve, de hogy tehát, hogy, hogy, hogy lesz egy ilyen dolog nyereséges, anélkül, hogy most nyilván elmondanád, hogy a versenytársaknak túl sokat segítenél, de hogy nyilván ez a nap végén valahol üzlet. Én azt gondolom, hogy akkor lesz nyereséges, hogyha baromi hitelesek vagyunk, és, és követjük azokat az alapvető elveinket, amik, amik megkülönböztetnek minket a piacon. Kicsit visszatérve, hogy mitől lesz könnyű az egyzőnek foglalkozni egy csoporttal, és mitől oldhatom meg egyáltalán az, hogy, hogy a csoportos keretekkezőhez mm. integráljuk. Én azt gondolom, hogy baromi fontos az, hogy, hogy egy homogén közeget próbáljunk meg, vagy valamennyire homogén közeget próbáljunk meg kialakítani. És erre gyakorlatilag egy olyan struktúrát építettünk, ami... Ami nagyon megkönnyíti az edzőket. Ugye benne van egy kezdőcsoport, ahova tényleg az, az ők jönnek be, akik vagy nagyon rég nem mozogtak, mm. vagy, vagy soha nem mozogtak. És ez egy kidolgozott rendszeren keresztül, 8 héten keresztül ők megtapasztalják a mozgásnak a különböző fázisait, meg kell tanulni mozogni őket. Ezután lemérjük, hogy meg sikerült -e ezt a 8 hetet abszolválni, vagy nem, utána jön megint egy nyolc hetes edzésterv, ahol már egy picit progresszívan növeljük az ellenállást, és próbáljuk ebbe elhelyezni. És a második nyolc hetes vizsga után, vagy, vagy teszt után jön az, hogy hogy elkezdjük személyre szabni a, a, a programokat. Mm -hmm. Ilyen homogén közegben nagyon fontos az, hogy, hogy az edző tudja irányítani Uh -huh. Nagyon sok olyan telefon érkezik hozzánk, hogy hú kinézte a 18 órásat, és akkor oda jönne az egy. Igen, csak ők két évet dolgoznak együtt, az a csapat. Tehát oda beengedni valakit, és sajnos a piacon tapasztaljuk azt, hogy ez, ez előfordulhat, oda nálunk nem jöhet be. Egyféleképpen csatlakozhat be, hogyha személy vagy állapotfelmérésre az egyző külön foglalkozik vele egy órát, megnézi stabilitás, mobilitás, erő, eszközhasználatban mit tud, uh -huh. és ajánl neki egy olyan csoportot, ahol relatív homogén lesz az a közeg. Uh -huh. És így, ilyen, ilyen, formában én azt gondolom, hogy, hogy akár egy 12-14 fővel is el lehet kezdeni uh, dolgozni, hogyha ha mindig beengedjük abba a csoportba az újakat és újakat, akkor szerintem szétesik a rendszer. Uh -huh. Hol az a, vagy mitől lesz mondjuk, a emberek járnak oda, világos, mitől lesz ez közösség? Mert egész addig, tehát valami ilyesmiről beszélünk, ugye? Tehát ne, az, hogy Ön csak oda jönnek és időt töltenek ott el, Nagyszerű. Mm. Tehát már tettünk valamit, értük meg ők magukért. De ebből hogy lesz olyan közösség, akik mondjuk szeretnek oda járni? Ez, uh, kidolgozunk egy olyan rendszert, aminek uh, az lenne az alapja, hogy hogy egy bizonyos idő után azt érezzem, hogy hogy ott egy közösségben vagyok, ott uh, hanem is barátok, de, ha, de haverok között vagyunk. És mivel mindenki nagyjából a nulladik ponton csatlakozik be, ez már biztosítja valami, valamennyire. De ezen kívül rengeteg olyan programot szervezünk, ami, ami összehozza a társaságot, hétvégi különegyzések, rafting túrák, Istentől való, de elmegyünk néha sorozni is. És jött itt a gondolat, hogy, hogy raftingra azért nem lehet három hete becsatlakozott a rendszerünkben, nem hívhatjuk el egy mondjuk egy négy napos külföldi utazásra, úgyhogy felépítettük azt a rendszert, hogy, hogy az első 8 hét után csak kis közösségbe kezdjenek el elmenni, sörözni, az egyzőtermen kívül is tartó, találkozzanak, könnyű belépési pont és könnyű kilépési pont. Tehát, hogyha nem érzem jól magam abban a társaságban, egyzőtermen kívül, akkor köszönöm szépen, gyorsan haza tudok menni. És mivel ilyen rendszer szépen fel van építve, vagy először csak kis mikroközösséget ápolunk, és utána kezdünk el nagy közösségekbe gondolkodni, ezért azt gondoljuk, hogy ez tud működni. És vannak azok az ünnepnapok, amikor, amikor az egész éves készülést megünnepeljük versenyformájában, vagy, vagy, vagy teljesítmény formájába. Mm. Ott meg összegyűlik az egész társaság. Még talán egy kicsit egyszerűbb példa, tehát heti háromszor találkoznak ugyanazok az emberek egy ö, csoportban. Most hányszor találkozunk a barátainkkal ö, egy hét alatt? Tehát én mondjuk meg tudom számolni, hogy valószínűleg nem fogok heti háromszor velük találkozni és eltölteni velük egy órát. Ez nyilván előbb-utóbb már kovácsoló ö, hatása lesz. Nyilván ugyanazokat a feladatokat kell ö, nagyban csinálnunk. Ez kicsit olyan, mint egy ilyen osztály, tehát ugye bemegyünk, még mindenki ismeretlen, és akkor utána azért elkezdődik ez a folyamat magától, és akkor ugye bejönnek ezek a programok, tehát amikor nem csak az edzőtermi körülmények között lehet megismerni a másikat. De, de erre számos példa van, tehát akik, mit tudom én 5-6 éve kezdtek el edzeni, és most best friends, és és együtt lógnak az edzőtermen kívül is. Tehát itt azért abszolút tudnak ezek az emberi kapcsolatok épülni, úgy gondolom, meg látom, tehát én is többet látom őket, és nyilván azért edző oldalról is egy bizonyos távlatban az egy kicsit jobban meg lehet ismerni őket, és akár egy picit haverkodni is. Tehát sokszor találkozunk egy héten szívnak együtt ott az edzőteremben, mert nehéz dolgokat kell emelniük, és arra, mozgas, arra mozgatni. Tehát annak van az egy kovácsoló hatása, úgy gondolom. Uh -huh. a, a stáb esetén, tehát most azokról beszélek, aki napi szinten kapcsolatban van a, a, az ügyfélel, sportolóval, ugye náluk nem edzetke van. Ez teljesen van. <laughs> Jó, nincsen. Tehát mennyire fontos az, hogy hogyan néz ki a válogatás? és mennyire a jó szekembert keresitek belépési pontként vagy inkább a jó embert? Ez izgalmas kérdés egyébként. Mm. Tud... Erre volt egy <laughs> uh, volt egy tudományos kísérletünk. Megvizsgáltuk azt, hogy azok az edzők, akik uh, akik büszkék vagyunk, Nálunk is vannak olyanok, hogy hogy kiválasztunk edzőket, és lehet, hogy neki nem az az útja, nem az a jövője. Megkap minden támogatást, közösen megyünk, de de lehet, hogy elválnak az útjaink. És megvizsgáltuk azokat az edzőknek a skillsetjét, akik, akik tényleg beváltak, azonosulni tudnak a, a kommunikációnkkal, a, a rendszerünkkel és ezt a skillsetet ráhúztuk a következő uh, végz, végzes, végzett diákoknak a, a skillsetjére, és megpróbáltuk így kiválogatni azt, hogy, hogy, uh, hogy ki az, aki a legjobban megfelelne. De, de sajnos ez annyira nem jött át, mint sem az, hogy két hónapon keresztül hét, minden hétvégén találkozik a, főként a, a Krisztof ezekkel az emberekkel, és, uh, és bár nagyon objektív a rendszerünk, a kiválasztási rendszerünk, de de azért a második hónap végére tudjuk azt, hogy emberileg ki az, akivel együtt dolgozunk, amennyiben az objektív feltételeknek megfelel. Uh -huh. Ugye a szakmai részét vizsgáznak öm, a, a hozzánk jelentkezők, tehát ez vagy sikerül, vagy nem. Nyilván, hogyha nem sikerül, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy tehát nem tettük bele azt az effortot, hogy erre készen álljunk. Öm, meg lehet próbálni még egyszer. Öm, de tehát ez a, ez a nulladik szint, ahhoz meg társul az, hogyha, hogyha emberileg működik. Lehet, hogy nem az összes szakmai skije százszázalékos, mert kinek az az elején. Uh -huh. Nem, nem tudok vagy bármi, mondani, vagy, aki, bármikor. vagy bármiből és bármikor, viszont azokon még lehet alakítani, és hogy ez benne van az a, az a, tűz az emberek szemében, akkor azért úgy, az egy jó sztori tud lenni, de egyébként kicsit nehéz ebbe a szakmában, azt hiszem van erre kutatás is, hogy a személyedzők szempontjából, hogy viszonylag hamar kilépnek egyébként a pályáról, tehát két-három évig próbálkoznak edzőként érvényesülni, dolgozni, aztán valahogy felmészti őket <laughs> ez az egész közeg, nem tudnak érvényesülni, és, és, ott sokan el is hagyják a pályát egyébként. Nem emlékszem, hogy melyik országon csinálták ezt a, ezt a vizsgálatot, de, de viszonylag uh, sűrűn lepattannak, és hát nyilván itt azért a célunk az, hogy, hogy ez ne történjen meg, mert ez pont az az időtávlat, amikor az elkezdünk felépülni, és, uh, és ezeket a skilleket, amikről, uh, amikről lehet beszélni, azokat akkor tudjuk felépíteni. Tehát ott vagyunk a harmadik évben, negyedik évben, Na, hát most már azért dolgoztunk sok sportolóval, meg van a tapasztalat, most már el lehet kezdeni igazán dolgozni. Ez talán egy picit nehezebb, mint más szektorban, én úgy gondolom. Azért könnyű abból a szempontból a helyzetünk, hogy nagyon-nagyon szigorú a objektív mérési rendszerünk, és körülbelül 50%-os bukási rátánk van. Uh -huh. Tehát, hogy a má, már csak 50%-ból kell választani. Uh -huh. Ami nem uh -huh. olyan vidám, de de nálunk tényleg az van, hogy, hogy csak olyan foglalkozhat emberrel, csak olyan tarthat egyzést, aki ez, ez nem nem, nem Vagy tudja, vagy nem tudja. Meg ha tudja, akkor nagyon szuper. Uh -huh. Ha nem tudja, akkor, akkor korlátlan vizsga lehetőség, de, de ezt meg kell tudni. Uh -huh. A életkor. Tehát körülbelül, sőt nem körülbelül. Nyilván pontosan tudjátok ezek alapján, hogy mondjuk a, a tipikus kliens, hogyha mondjuk csináltok egy ügyfélavatárt, ahogy szokták mondani, az mondjuk hogy néz ki, hány éves. Ezt csak azért kérdezem, mert vannak nagyon érdekes statisztikák. hogy Az egyik ilyen statisztika, az a, ha jól emlékszem, Magyarországon a, az emberek 59%-a semmit nem mozog. Ami, hm, tehát hogy érdekes. És ha jól emlékszem, akkor ez kirívóan növekszik 20 és 30 éves kor között. Szóval ennek megfelelően nátok ki a tipikus kliens? Mi nagyon érdekes, 2015 környékén alkottuk meg ezt a ügyfél profilt, de lementünk olyan szintig, hogy hol dolgozik, mennyit keres, milyen érdeklődési köre van, és akkor akkor is, ugyebár meg nem is hozzátartozott ez és uh, relatíve uh, az egész marketing kommunikációnkat, meg marketingünket erre húzzuk fel, és gondolom be is uh, találunk. Mi 30 pluszos közösséggel kezdtünk el fog. Régebben 25 pluszossal, de most már 30 pluszossal kezdtünk uh -huh. el, tehát az elmúlt öt évben ezt uh, uh -huh. változtattuk. Nagyon érdekes, nem érünk el a fiatalokhoz, és ez bánt is minket, és próbálkozunk, próbálkozunk, illetve a nagyon idős körosztályhoz sem érünk el annyira. Ebben a 30 és 40 éves korosztályban viszont viszont sikerül megtölteni a termeket, szerencsére. Nem? Az hogy néz ki nálatok? Azért tipikusan megint a. Tipikusa, megint. a ez mit megint egy... fog elképzelni a, a tipikus uh, uh, magyar ember? Hát nyilván csak férfiak vannak lent, mindannyian fiatalok, és ki vannak pattintva. Ugye ez az elképzelés, ez elég sokszor voltam nálatok, és. Uh, nem, tehát nagyon óvatos vagyok mindig azzal, hogy azt mondjam, hogy átlagember, mert az nekem a Homer Simpson, és hát gyakorlatilag az átlagember nem megy edzeni, az átlagember nem figyel az egészségére. Statisztika szerint meg főként. Igen, é. tehát hogy ehhez képest nem ezek az emberek mennek hozzátok, de hát láttam bőven, hogy voltak például a hölgyek. Ez olyan érdekes, mert mi is ezzel a prekoncepcióval indultunk neki az egész vállalkozásnak, tettünk, vagy csináltunk egy nagyon gyönyörű nagy öltözőt, férfi öltözőt, és egy picike női öltözőt, hogyha valaki betéved, akkor legyen. És gyakorlatilag az első év évvégére kijött az, hogy hogy hát ez így nem kell, be kellett darálni a női öltözőt, egy másikat csinálni, mm. és ha nem is 50-50 százalékos arány van, de egy 45-55 százalékos arányt tudunk most a férfiak javára mm. megkülönböztetni, de hát szerintem az is nagyon jó milyen célnal jönnek? Tehát, tehát nyilván az elején mondanak mindenféle dolgot, ez világos, de mondjuk mit szűrtek le, hogy mi a való, tehát milyen problémára keresnek megoldást? Az izgalmas kérdés megint csak, mert ugye megkérdezzük az embereket, hogy miért vagy itt, mi a célod, és akkor jönnek a klasszikus, hát, egy kicsit le akarok fogyni, hmm. fittebb szeretnék lenni, ebbe aztán sok minden beletartozik a, a fittségbe. Jobban szeretnék kinézni, tehát valahol azért letörve ez egy ilyen irányba tart, szerintem hogy azért megjelennek az optikai célok is, de abszolút nem csak ez a cél. Tehát ami egy klasszik konditerem, ahol a, a, a gyúrás történik, ott ugye a fő cél talán az, hogy hát nézek ki jól, és akkor minden tuti lesz, lesz barátnőm, lesz barátom, bármi. Itt nálunk szerintem egy kicsit jobban megjelenik ki az egészség aspektus is. Tehát én bemegyek azért, mert jobban akarom érezni magam, és az, azért az egészség az egész szorosan összekapcsolódik, fittebb akarok lenni, tehát nem így fogok megérni, hogyha Arnikra le kell vinni egy mosógépet, megoldom, megvan hozzá az erőm, megvan hozzá az állóképességem, és akkor ott van az, mint melléktermék, hogy valószínűleg formálódni fog a testem is, mert edzést végzek. Tehát itt akaratlanul is valamennyi izom fog ugye felkerülni, valamennyi zsír le fog menni az emberek testéről hogyha foglalkoznak, nyilván kicsit a táplálkozása is, tehát az ő csak úgy magától ez nem tud megtörténni, de, de amikor már belekerülnek ebbe a életmódba, tehát amikor lejönnek heti háromszor, tehát ez része lesz az emberek életének, akkor jönnek ezek a dolgok. Hát akkor érdeklődöm egy kicsit a táplálkozás iránt is, tehát akkor lehet, hogy nem a meki lesz az elsődleges megoldásom, és akkor szépen tud alakulni, sőt alakul is szerintem. Tehát visszatérve a célokhoz, egészség, valahol megjelenik az optikai cél is, de vannak, akik konkrétan úgy jönnek be, erősebb akarok lenni, mert egyengültem, meg volt egy törésem, várandós volt a hölgy, vissza szeretne térni az edzésbe, szeretnék kicsit újra a lendületre kapni, tehát megjelennek ezek az egyéni célok is, de így nagyjából egy ilyen csokorban lehetne ezt gyűjteni, hogy, hogy egészség, fitség, erő, állóképesség, és akkor mellett az nem rossz, hogyha, hmm. hogyha kicsit jobban mutatunk, és jobban tetszik az, ami a tükörben látunk. Nekem ugye ez az a fontos, hogy, hogy a ügyfélprofilról beszéltünk, és hogy az ügyfélprofilunk inkább egyetemi végzettséggel, vagy vagy felső felsőoktatási képesítéssel rendelkező személyekről beszélünk. És talán ezért is az egészségtudatosság egy picit magasabb, illetve olyan uh, alkalmazatokról, akik külön munkát végeznek, ahol már elkezd fájni. Mm. Viszonylag hamar. <laughs> az van olyan, hogy hogy mondjuk valaki volt kliensből, lesz edző. Abszolút. Mm. Tehát annyira magával ragadta ez az egész világ, hogy hogy, uh, hogy úgy gondolta, hogy hát akkor ezt meg kéne próbálni. Ennek szerintem. A, köze van ahhoz is, hogy bejönnek az emberek ha, edzeni, és ö, azt látják, hogy az edző ö, ezt vidáman csinálja. Tehát azért általában lemegy jó pár óra, ez egy fárasztott dolog, tehát aki tartott már ö, négy edzést egymás után, vagy többet, ö, az így elfárad a, a nap végére, embereket dolgozunk, ez megint csak ö, egy, egy fárasztott dolog tud lenni, ö, a jó értelemben ö, is, ö, és azt látja, hogy ezek az emberek élvezik azt, amit csinálnak. Mm -hmm. Tehát bejön, csillog a szeme, csinálja, keresi a kihívásokat, lát egy problémát, próbál rá megoldást keresni, és szerintem ez sokak számára motiváló lehet, hogy ezt látják, hogy, hogy szereti azt, amit csinál. Tehát ez mindig inspiráló bármilyen munkaterületre van szó, hogyha azt látom, hogy a Kovács nagyon szereti csinálni, amit csinál és, és teljes erőbedobással csinálja, ez engem inspirál, és nagyon jó. Az előbb ezt a három éves kibukás irát, nem tudom, hogy erre tudsz -e statisztikát mondani, hogy... Ez hát egy... ezt, ezt, nagyjából látjuk. Tehát, de itt jellemzően a, a, a beszélünk, a és itt, itt, jellemzően én azt látom, hogy azzal függ össze, hogy nagyon alacsony áron szolgáltatnak, ennek megfelelően naponta 6-7 személyedzést tartanak, és hát ez nincs ember, aki ezt végig tudja tolni hosszú távon. Tehát nyilván kiégnek, persze. Ezt de benne lehet az is szerintem, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy könnyű munka, valjáró pénz, és rájöttek, hogy, hogy ezért ez nem egy könnyű munka, tehát hogy mm. nagyon komoly szakmai felkészülést igényel, meg fizikailag is szerintem azért megterhelő sok órát foglalkozni. És hogyha valaki nem úgy jön, hogy ez az ön megvalósítás, ez neki a Mászló piramis csúcsa, hogy azt csinálhat, ami, ami amit szeretne, akkor, akkor szerintem ők esnek ki leginkább. Meg? Nincs mögöttük rendszer. Tehát um, a személyedzőnek, tehát mindent magának kell felépítenie. Bemegy egy terembe, akkor beszél a tulajdonos, azt ki szeretném bérelni, azt meg kell töltenem, azt ki kell termelnem. Tehát um, ott azért a support uh, mm. része az úgy elesik, tehát ott, um, ott, ott maga van az edző, uh, oldja meg, uh, jelenleg -e történik oly sokszor mm. a személyedzés uh, mm. szempontjából. Tehát ott, uh, ott nincsen külön személyzet arra, aki vendégeket, sportolókat hoz be az edzőterembe. Nincs olyan személy, akinek elvárásai vannak, és arra sarka, hogy hát azért minden héten foglalkozunk azért azzal, ami, ami, a foglalkozásunk, tehát fejleszünk magunkat, olvasunk a témában, járunk egy képzésekre. Tehát ott az a nyomás az nincs meg annyira. Nyilván rengeteg személyedző van, akiben ez benne van, és, és nagyon ügyesen tudja ezt magánvállalkozóként is csinálni. De, de más a személyedző és a, és a csoportos felállítás, az, kicsit külön kell venni. A kettő egymás mellett megfér, de, de nem ugyanaz. Nézzünk egy másik ügyfél profilt, mondjuk 40-50 fölötti. Ott nyilván azért az emberben benne van a rettegés, hogy meg fog sérülni, meg egyáltalán kik vannak ott. Tehát nyilván az elvárás az, hogy megint a 20 évesek fognak ott dominálni. De nyilván járnak hozzátok, meg mennek hozzátok, most már talán egyre inkább nem a... a hát most hogy ilyen hangzik, hogy idősebb, mert én 53 vagyok, és akkor most miről beszélünk, de hogy tényleg a 40-50 fölöttiek. És mi az, amitől, szakmai kérdés. Tehát mi az, mert úgy mondtál ilyeneket, amit nyilván egy laikus fogalma nincs, amikor te azt mondtad, hogy regresszió, vagy progresszió. Ugye? Tehát mondunk ilyen szavakat néha mi edzők, mi így bólogatunk egymásra, és ott ül egy laikus, és így nézne ránk, hogy mm, ezt nem tudom, hova helyezni ezt a szót. Egy kicsit segíts a laikusnak most, hogy mondjuk, ha ő 50 éves, és most elmegy egy hozzátok, vagy másik edzőteremben, akkor tehát mi ez a regresszió-progresszió, és mit kéne látni egy profi edzőtől, hogy azt tudja, mert a leggyakoribb kérdés nekem a csoportban, honnan tudom, hogy jó helyen vagyok? Röviden, ott fogadjuk az embert, ahol ő éppen tart. Tehát talán ez így legegyszerűbb, és ez magával foglalja azt, hogy ha ő még nem tart ott, ennek lehet több oka a mozgás mintában való jártasság, gyakorlatokban való jártasság, erőszint, állóképesség, tehát itt, ezeket mind bele kell sorolni hogyha ő még nem jár ott egy bizonyos ponton, akkor a felkészült edző azt tudja mondani, hogy figyelj, fel tudja ismerni, és utána tudja mondani, hogy figyelj, te még nem jársz ott, neked ez a gyakorlat, ez a mozgás lesz a következő lépés, és majd bizonyos lépések után majd át fogunk térni erre a gyakorlatra, erre a mozgásra is, hogyha, hogyha végigmentünk ezen a progressziós lépcsőn, ezt lehet bárhogy nevezni, tehát nem kell mindenkinek ugyanazt csinálnia, Tudjuk, hol kell könnyíteni a dolgokat, uh -huh. tudjuk, hol lehet nehezíteni a dolgokat, uh -huh. és itt rengeteg lehetőség van. És ezt hívjuk, hogy Így van, a skálázunk. Így skálázunk, és az a skála, az nyilván ennek van két uh -huh. oldala, és mind a két irányba el tudunk térni, uh -huh. és mindenki meg fogja tudni csinálni az edzét a saját szintjén. Uh -huh. Egy picit segíts megint a laikusnak. Ugye beszéltünk, hogy tehát a funkcionális edzéssel kapcsolatban felmerült az, hogy vannak, alapvető mozgások, vagy alapvető emberi mozgások, most tök mindegy. picit megint segítsünk, ugye? Mert az ember arra gondol, bemegyek az edzőterembe, hát majd ott nyomok fekve, a lábnyújtó, lábhalító, lábtoló, valamit merre is kéne csinálni, lehúzok, evezek, meg vagyok. Ezzel nincsen semmi baj, tehát mielőtt még háborút robbantanánk ki, tehát tök jó. De mondjuk beszéljünk a mozgásokról. A, a teljesség igénye nélkül egy picit segíts nekünk abban, hogy milyen emberi mozgások vannak, ez hogy jelenik meg az edzésben, csak gyorsan és hogy ennek milyen, majdnem azt mondtam, hogy transfer hatás, amit megint nem fognak érteni, hogy hogyan jelenik meg az ő életében. Ahogy mondtad, a mozgásról van szó leginkább. Megint csak talán egyszerű úgy megmagyarázni, hogy uh, van az a klasszikus felfogás, ezt azért valószínűleg a laikus is sokszor hallotta, melnap nap, hát nap, és akkor izomcsoportokra bontjuk fel az edzésünket, megdolgoztatjuk azokat az izomcsoportokat. Mi ebből egy kicsit kilépünk, és azt mondjuk, hogy uh, az emberi mozgásnak vannak jellemzői uh, kategóriái, vagy ez inkább egy kategorizálás. Tehát az ember tud googolni, csípő döntéseket tud végezni, tud nyomni, tud húzni, ezt tudja függőlegesen és vízszintesen és köztes módon végrehajtani, sétál az ember, mint alapvető mozgás, mint ott a a legalapabb. És mi ezekre húzuk rá az edzést, mi úgy szedjük szét, vagy úgy tervezünk edzést, hogy ezeket a mintákat uh, meg tudjuk edzeni. Itt, meg itt jönnek majd a képbe a gyakorlatok, tehát a, a gyakorlatok tartoznak a mozgásmintákhoz. Um, ott meg kell találni jó gyakorlatot, amit az adott ember éppen uh -huh. ugye meg tud csinálni az adott edzettségi um, állapotából fakadóan. Tehát leginkább um, egy, egy kategorizálást jelent. Tehát az alapvető emberi mozgásminták, az emberi fajra milyen jellemző mozgások vannak, és, um, és az ide tartozó gyakorlatokat uh -huh. uh, fogjuk alkalmazni edzés tervezésben még bele lehetne menni, hogy ez miben más, és, és hmm. uh, miért jobb uh, esetenként. Uh, ez talán röviden remélem kielégítő volt. Hmm. Vegyünk egy olyan, szó, hogy regresszió-progresszió, ugye? Tehát mert erről most így nem volt szó. Vegyünk egy tök alapvető emberi mozgást, ami a gugolás, ugye ezt mindenki szokta így, mély megszülettek, meg minden, hogy csak a laikus kedvéért, tehát mert azt mi látjuk, edzők jön valaki, és akkor azt. Tehát megnézzük, hogy hogy Google, mert nyilván te tudnunk kell, és akkor hát vannak azért erre egyéni megoldások, próbálok finoman fogalmazni, hogy senkit ne bántsak. De hogy, hogy hol lesz az, amikor. Tehát amikor azt mondod, hogy, hogy inkább adjunk regressziót, progressziót. Tehát hol az a belépési szint, azt mondod, hogy oké, okay, lépjünk hátra kettőt hármat semmi baj, innen szép nyerni, majd megyünk felfelé, és mondjuk mi a király kategória, ha van ilyen. Hát király kategóriát én már nem neveznék meg, tehát ebből talán kinőttünk. Ez régebben a googleás volt. Tehát ezt uh -huh. így szerint ki lehet mondani, aki meg tudja googolni a saját testúját. Kétszeresét azért az top formában van. Most, csak egy tegnapi példa, az egyik srác versenyre készül, 180 kg google és ott pont bejött egy kezdőcsoport, Úristen, itt mi történik. Na hát a srác hogy már több éve háton googleás végzett. És velük az edzésen harmadik alkalmuk volt, guggolást hajtottunk végre. Tehát mm. kettővel, legsérelek tartása vagy kézisújzóval uh, googlattam őket. Um, ott ez például már egy, egy egyszerű példa lehet, tehát még az atléta sportoló um, rudal nagyon nagy tereket tudott uh, megmozgatni, addig még a másik csoport a gyakorláson volt a hangsúly kis ellenállással, mm. um, és uh, úgy gyakoroltuk például a googlás uh, mintáját. Ők majd tovább fognak lépni nem feltétlenül, sőt nem az a cél, hogy mindenki száz Googlejon, tehát ez, ez, megint csak miért lenne mindenkinek a célja. De ebbe az irányba el lehet menni. Tehát ez akár eszköz tekintetében lehet egy előrelépés majd, tehát azt mondjuk, jó, akkor megtanulunk kicsit kettőbelezni, és dupla bell-le fogsz majd googolni egy időben, vagy egy idővel, vagy akár akkor át lehet érni a rudas googolásra. De akár azt is lehetne mondani, hogy ott van a goblet googolásunk egy bizonyos terheléssel, tehát ugye itt az intenzitásról beszélhetünk, 32 kg, de akkor azt el fogjuk juttatni egy 60 kg-os goblet guggolásig. Tehát itt is lehet majd különbségeket tenni, de talán az a legegyszerűbb, hogy elkezdjük a saját esős és onnan lehet tovább lépni. Viszonylag hamar a legtöbb ember számára. Úgy kezébe adunk egy kisebb belt, vagy egy kisebb kézisúlyzott, és onnan megyünk majd szépen tovább. Jönnek uh -huh. majd a dinamikusabb uh, mozgások is. Igen. <gül> <gül> Jó. Um, te neked tehát ugye mondtad, hogy van most 10 terem? Azt mondtad 11. 9, nem 11, 10. 10, bocsánat. 10, oké. Okay. itt most mi a terv? A, az, hogy ez szilárdabb alapokon álljon, és, és szakmailag, és, és financiálisan, stb. Vagy az, hogy újabb, újabb termek csatlakozzanak a, a brandhez? Hát a Covid az, az itt egy, egy nagy válaszút volt nekünk, mint az egész piacon mindenkit próbára tett és, és nagyjából a Covid előtt mi azt mondom, hogy, hogy, hogy le tudtuk volna teríteni az országot, és akár külföldi piacok felé nézegettünk, át akartuk lépni a határt és egy olyan sok teremmel, egy olyan back office sikerült felépíteni, hogy, hogy pillanatok alatt bármilyen változásra mm. tudtunk reagálni, bármilyen ötlet volt, bármilyen külföldi újdonság bejött, le tudtuk tesztelni, meg tudtuk nézni, beépíteni, vagy éppen elengedni, mert ez nem egy olyan történet. Úgyhogy a Covid sajnos ezt verte szét a back office úgyhogy most az elsődleges lépésünk nekünk az, hogy, hogy ismételten egy olyan erős háttér magot fele, felépíteni, akik szakmailag nagyon magas szinten vannak, és, és ismét nagyon gyorsan tudunk reagálni a, a változásokra. Uh -huh. Úgyhogy a stabilitás most jelen pillanatban. Uh -huh. Mikor lehet az edző? Tessék. Mikor lehet az edző? Akkor ezt... tud. Aha, de komolyan, mert ez, ez egy érdekes kérdés, hogy hova sikerült beszorítani jogos, mondjuk. Jogos. Abszolút jogos kérdés. Hát itt most vannak ö, olyanok, akiknek még egy még nagyobb részét... Ö, Helyezi, vagy jelenti az edzés, a saját edzése. Tehát itt is különbségeket tenni, hogy az edző hogyan tekint magára. Ő sportoló, van uh -huh. verseny célja, uh -huh. vagy azt mondja, hogy nekem az a célom, hogy egészséges maradjak, legyen egy erőszintem, azt meg akarom tartani, kisebb, nagyobb fejlődést el akarok érni, hány alkalmat akarok és tudok edzeni. És itt a tudok, azt hiszem, egy idő után jó jel, hogyha, hogyha ez a kérdés felmerül, hogy mennyit tudok a saját edzésemmel foglalkozni. Akkor ez az edző, amikor nincsenek az emberek a terembe. Rövid válasz. Ez általában azt jelenti, hogy nyilván a, a fő munkaidőben másoknak ez azt jelenti, hogy délelőtt 10-11 órától mondjuk délutánig valameddig, vagy akkor még ott van a hétvége, amikor lehet edzeni. A brand szinten, amikor egy brand elkezd izgalmassá válni, vagy, vagy vonzóvá válni, Mennyire kerestek meg benneteket mondjuk olyan partnerek, aki nem is álmodtál volna, vagy, vagy, vagy egyébként álmodtál és megcéloztad őket, és ma x évvel később, meg mondjuk partnerek vagytok. És van-e még olyan, aki még, mindig vadászol, és azt mondta, hogy na velük azért még érdekes lenne együtt dolgozni. Hát itt van érdekes történet, amikor még elkezdett beindulni a terem 2014 környékén, akkor aktívan néztük a lehetőségeket, hogy hol nincs kihasználva a kapacitásunk, és küldtük a leveleket jobbra balra, hogy, 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 vegyük fel a kapcsolatot, és jellemzően nem nagyon jöttek a uh, válaszok, vagy rossz e-mail címet találtunk, vagy, vagy nem a megfelelő helyen kopogtattunk, és uh, és hát az a karriernek való az elismerése, amikor megtalál az a partner, aki, uh -huh. aki és, és mellénk is állnak, és neked is köszönhetjük, főként neked köszönhetjük, hogy, hogy az Under Armour mellénk állt, és mai napig támogatja azt a munkát, amit végzünk. Uh -huh. Mellette, mellette a Magyar Szabadidős Sportszövetség is rendkívül sok támogatást kapunk tőlük, hogy, hogy az, amit elkezdtünk, és az, hogy ezt az 59%-os inaktivitási rátát elmozdítsuk, ebben, ebben úgy gondolom, hogy elég sok energiát teszünk bele. Ezt meglátták, és hát persze mindig van olyan, aki, akivel jobb lenne még együtt dolgozni, meg aki, aki mellett, akinek a logóját feltöntetni büszkeség. De, de hát én azt gondolom, hogy, hogy dolgozni kell, és ha dolgozunk, akkor akkor jönnek a kapcsolatok. Mi, mi a következő nagy dobás, ami szintén egy alapvető emberi mozgás, mint a. Szóval mi a következő mm. nagy dobás? Mi a következő nagy Na dobás? Kérsünk. Van-e van olyan most? Mm. Lesz majd a konferencia, ugye? Igen. Tehát az nyilván. Igen. Ezt, ezt az edzőknek mondjuk el, jó, hogy, hogy, mert az még időben Igen. megy le. Igen konferenciát hét éve kezdtük el. szerintem te is talán már az első Ez első ott volt voltam, mint előadó, igen. Köszönjük szépen. És sikerült, ugye nagyon kevesen voltak, egyzőteremben volt, igen. és akkor sikerült ezt oda felhúzni, hogy két éven keresztül a Siofokra levittük az, az úr hotelbe, ahol szerintem már nagyon impozáns volt a hangulat, és idén meg, megint léptünk előre egyet, és a Merriott Hotelben lesz 7-én, október 7-én, 8-án. Nagyon fontos egyébként, hogy én nem azt gondolom, hogy csak az egyzőknek szól ez a konferencia, mm. hanem minden olyan érteklődőnek, aki már már benne van ebben a, a, mm. a világban. Beszipantott ez a funkcionális edzés, meg egy nyelv? Akár. Kell, gondolsz? akár. Mm -hmm. Illetve magát az előadókat is elég jól színesítettük, mert különböző szövetségek is állnak mellénk a kerékpár szövetség is külön szekciót kap, hmm. és uh, ők több előadóval uh, képviseltetik magukat, a uh, szövetség is jön mellett, a Magyar Szabadidős Sport Szövetség, úgyhogy építkezünk. Gondolsz pár szakértő csak azért, akik jönnek majd előadni, akik, mert tényleg nagyon jó nevű emberek jönnek, vagy kollégák jönnek hmm. egészen pontosan. Hát a... Gondolom, Kristóf, te megint előadsz majd, ugye? Oké, okay. tehát igaz, hogy ez hogy nem lehet megkerülni, <laughs> tök jó. Uh, hát a Philip t nem ki, okay. ő, ő rendkívül sok energiát tesz bele és köszönjük szépen ezúttal is ezután is a, a, az ő marketing tevékenységét uh -huh. is azon kívül hogy hogy szakmailag nagyon magas nívót képvisel. 100 Máté évről mm. évre. Hát a Mátét, akinek be kell mutatni, az nem tudom, senkinek nem kell mutatni. Az adani, ő szemtől. előadásai azok kihagyhatatlanok, azt igen. gondolom. Tehát ez teljesen igen. Igaz. A legnagyobb kritikák egyébként azok szoktak lenni a konferenciával kapcsolatban, hogy két előadás párhuzamosan úgy megy, hogy itt is lennék, meg ott is lennék. Mm. Tehát mm. Ezek, a, ezek a legpozitívabb kritikáink, hogy, mm. vagy, hogy, hogy, hogy nem tud az ember két helyen lenni, de ez legyen a legnagyobb baj. Oké, okay, és hát nyilván vannak közös terveink, és erről most beszéljünk, vagy ne beszéljünk, vagy ezt megkerüljük, vagy hogy csináljuk ezt. Hát most már nagyon magas a labdát, úgyhogy igen, van. Említettük, hogy, hogy mi azért nehezen érünk el a 40 pluszos korosztályhoz, mm -hmm. erre volt is tervünk, ezzel kapcsolatban elkezdtünk együtt dolgozni a Paliklacival. De, de, ameddig mi, mi, mi elkezdtünk dolgozni, te robbantál egyet, vagy a te közösséget robbant egyet, mm. mert hogy, hogy óriási munkát végeztél az elmúlt három évben. És most már óriás plakát kampányom is van, igen. kiderült. Igen. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, bocsánat, igen. <laughs> És hát, hogyha ha, ha, nálunk van, van egy kis hardware, nálad meg van egy szoftver, akkor miért nem mm. ne lenne ez a kettő kompatibilis egymással? És hát, hogyha összejön, én bízom benne, hmm. hogy. hogy szóval a nézőkedvért, hogy valóban azon dolgozunk, most már jó ideje, de szerintem ez most már a, látjuk hmm. a fényt az alagút végén, hogy ö, lesz egyfajta szakmai együttműködés a kortananul Brand hmm. és a Tor Brand között akkor, ö, mert hogy gyakorlatilag mind a kettő valami fajta szakmai minőséget képvisel, azt gondolom, és milyen jó lenne, hogyha mint edzők, kapnátok tényleg 40-50-60-70-es korosztályból embereket, akik oda mernek menni nagy bizalommal, és akkor megkapják a szakmailag magas szintű munkát. Szóval ezen dolgozunk éppen. Oké, okay, és akkor te is ezzel. Ez, ez a végére, ugye? Mert azért könnyű lenne az irodába azt irányítgatni, de hogy azért te is edzel, nem? Hát most csalódást fogok okozni. Amikor beindult a, az edzőterem, akkor azért indult be, hogy, hogy legyen egy hely, ahol edzünk, és az nagyjából tartott egy-két évig. Azokra, azok a fényképek még megvannak, büszke vagyok rá, mert hogy, hogy egy jó forma mm. volt, de utána a, a brandépítés építés az elvitte a, a, mm. az egész történetet, és így öt évig ült az ember, és ott tapasztaltam meg, hogy mi is az, amit valójában csinálunk. Tehát, hogy ezeket az embereket, akik, akik szakmájukban valószínűleg nagyon jók, és csinálnak valamit, és, mm. és egyszerűen az a fókuszpontja az életnek, őket megmozgatni. Nekem a kisfiamnak sikerült ezt, ezt meglépni. A mert... zsúdókán, ugye? Igen, igen. Mert hogy nagyon egyszerű volt a történet, kedden csütörtökön őt vinni kellett zsúdóra. Uh -huh. És nem volt az, hogy, hogy nem megyek érte az iskolába, és mert nem volt B opció. Tehát, hogy bármi volt, nekem már három négykor négy fel kellett állni és odaérni a suliba. És akkor kiderült, hogy, hogy van felnőtt judó is, és most elragadta a szívemet a, a zsúdó, amit, amit, nagyon élvezek. Uh -huh de talán inkább az, hogy a fiammal együtt csinálhatom, aki 8 éves, mm. és ő az egyik teremnek egyik oldalában én a másik oldalában ennél szerintem nincs is mm. jobb. Akkor ezzel lezárnám, ez szerintem egy tök jó végzó volt, és aztán találkozunk majd valahol edzőteremben, konferencián vagy bárhol. Jó? Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Mik Köszönjük szépen! Okay.